Ez az Elf Bar, ami egy dohányzást imitáló eszköz. A Magic Bar vagy Manorúd néven is elhíreső termék nikotinos vagy nikotinmentes folyadékot tartalmaz, akkumulátorral működik és eldobható. Mivel többféle ízesítésben is elérhető, színes, mintás és kompakt, egyre népszerűbb, főleg a fiatal korosztály körében, sőt már az általános iskoláskorú gyerekek között is. A NAV ezért igyekszik kiszűrni az illegálisan árusított eszközöket. Ehhez például próbavásárlásokat végeznek a kollégák, felkutatják azokat a kereskedőket, akiknél kockázatos ezeknek a termékeknek a megléte, illetve a kapcsolódó ingatlanokat átkutatják, illetve ami még nagyon fontos, hogy a csomagkereskedelemben is megjelent ez a termék, tehát a csomagküldőszolgálatoknak a tevékenységét is ellenőrzi a hivatal. A szülőknek is nagy felelősségük van ebben a témában, hiszen egy ilyen rúd akár 10 doboz cigaretta nikotin tartalmával is felérhet. Ez pedig rendkívül káros az egészségre, főként egy fejlődő szervezetre. Aki illegálisan forgalmazza az elvárt, 5 milliótól 500 millió forint bírságig számíthat büntetésre, illetve van egy 1828-as számú telefonvonal, amelyet bárki felhívhat, hogyha illegális elvár értékesítésről információja van. A hatályos jogszabály értelmében egyébként csak trafikban zárjeggyel ellátva lehetne árusítani, ugyanis dohánygyártmánynak számít. Mégis egyre többen hirdetik ezeket a termékeket online, a közösségi média oldalakon vagy zárt csoportokban.